Nagy szeretettel köszöntenék mindenkit, akik megjelentek itt a Budapesti Korvinusz Egyetem Faculty Klubjában. Engedjétek meg, vagy engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szántó Hát vagyok, a Korvinusz Egyetem alapképzésekért felelős dékánya. De most ezen a délelőttön nem mint egyetemi vezető vagyok jelen, hanem egy olyan oktató és kutató, aki az elmúlt húsz évben döntéshozatalról, döntésekről, kockázat mellett hozott döntésekről kutat, oktat, és, és ez a téma iránt érdeklődik minden, minden idegszálával. És nagyon örülök, hogy, hogy a Budapesti kormányos Egyetemet választotta a Napvilág kiadó, hogy bemutassa a Radikális Bizonytalanság című kötetet, amit John Kane és Marin King írtak, és magyar fordításban a kiadó jelentette meg, és, és hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy rögtön be is mutassam a mai beszélgetésnek a résztvevőit. Nagy tiszteleten köszöntöm Csikán Attila professzor urat, akadémikus urat, a professzor emeritus, rektor emeritus, volt gazdasági minisztert, és még számos egyéb pozíciót lehetne felsorolni. De, de talán nem mindenki tudja, hogy Atlia is foglalkozott nem is kevesebb döntéshozatallal, döntésekkel, kutatási kérdésként, vagy kutatási területként is, és nagyon örülök, hogy elvállalta, hogy részt vesz a mai beszélgetésben. Tőlem balra Felcsúti Pétert szeretném bemutatni, akinek szintén nagyon sok pozíció volt a karrierje során, a Magyar Bank Szövetségnek volt elnöke, Raiffeisen Banknak volt vezérigazgatója, de most őt sem mint ezen pozíciójuk birtokosaként üdvözöljük ma itt, hanem a kötet fordítójaként. És szeretném bemutatni Szemű Kildikót, aki a Napvilág kiadót képviseli, és ő volt a kötet szerkesztője, akivel most találkoztunk egyébként személyesen először, mert addig nagyon intenzív e-mail váltásokban voltunk, de most legalább lehetőségünk volt személyesen is találkozni. Annyit még mielőtt átadnám a szót, el szeretném mondani, hogy erről a beszélgetésről felvételt készítünk, sőt, mi többet streameljük a nagyvilágba, úgyhogy ezután köszöntöm azokat is, akik online nézik ezt a könyvbemutatót, és aztán majd a felvételt is elérhetővé tesszük, úgyhogy mi arccal vállaljuk ezt a megmérettetést, de nyilván aki hozzászól esetleg, vagy kérdez majd a végén, az, az, is a hangjával szerepelni fog a felvételen. Úgyhogy én azt javaslom, hogy vágjunk bele, és akkor átadnám Ildikónak a szót. Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék kérdezni, hogy a szöveggel való munka során azt láttam, hogy a kézirat leadás az valahogy a koronavírus lockdown előtt történhetett. Az élet pedig a vírussal, a járvány okozta válsággal, az oltásokkal szépen alá ment ennek a radikális bizonytalanságnak. Amikor meg azt hittük, hogy végre túl vagyunk mindenen, akkor ugye kitört a háború. Szóval. És ugye azt, is, azt is szokták mondani, hogy a cégeknek legyen üzleti, üzleti tervük, én is hallottam szabadúszóként. Hogy hogy legyen üzleti tervem a tudom, hogy jövő héten mit fog csinálni. Úgyhogy én arra szeretném kérni a beszélgetés résztvevőit, hogy röviden mondják el, hogy szerintük miért jó és fontos és hasznos ez a könyv ebben a helyzetben, mit tud javasolni a, a, a jövőre, illetve. Pácsuti Péterhez még egy külön olyan kérdésem lenne, hogy miért javasolta a ezt a könyvet, mert hogy az ötlet egyébként tőle származik, és akkor át is adom a szót. Hát, köszönöm szépen. Ugye ez egy, ez egy sok rétű könyv, tehát egy, ahogy mondani szokás, egy ilyen széles Sávban vagy hullámban dolgoztak a szerzők, rengeteg mindennel foglalkoznak, beleértve azt a kérdést is, amit Ildikó feltett, hogy a gyakorlati gazdaságban működő szakemberek hogyan próbálhatják meg a jövőjüket, jövőjüket megtervezni vagy megbecsülni. Nyilván ennek az oka, hogy, és egyébként maguk a szerzők épp annyira elméleti szakemberek, mint amennyire részt vettek a, 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 gyakorlati szakemberek a gazdaság gyakorlati szereplőinek a, az eligazításában tanácsokkal és, tanácsokkal és másképpen de egészen őszintén szólva megértve azt, hogy, megértve azt, hogy, hogy tényleg azoknak, akik napról napra, hát hogy is mondjam, a, a, a túlélésért küzdenek különösen ebben a, ebben a, mai rendkívül zűrös világban, ennek ellenére én, én úgy fogalmaznék, hogy ennek a könyvnek számomra legalábbis a, az erénye, vagy a legfőbb érdekességét nem a gyakorlati útmutatásai Jelentik. Tehát vannak nagyon konkrét javaslataik arra nézve, hogy üzleti vállalkozások, emberek hogyan járjanak el, mi lenne a leghelyesebb eljárás, ha igyekeznének megalapozott üzleti döntéseket vagy üzleti terveket készíteni. Biztosan ezek nagyon értékes elemei ennek a, vagy darabjai ennek a könyvnek, ami személy szerint engem illet, aki egyébként talán itt azért, mert már rég nem veszek, nem veszek részt a, a, gyakorlati üzleti életben, ez engem kevésbé, kevésbé fogott meg, viszont nagyon sok olyasmi van, és, 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 ezekről szívesen beszélnék, amik viszont megfogtak. Tehát amelyekről azt gondolom, hogy, hogy, hogy rendkívül érdekesek, rendkívül tanúságosak, esetenként vitathatók, tehát még az olyan viszonylag gyenge elméleti háttérrel rendelkező és mint ami ennek én magamat tartom, felmerülhet bennük kérdés például az ő bírálatokkal kapcsolatban, ami a viselkedési közgazdaságtant illeti. Tehát vannak benne szerintem vitatható dolgok, vannak benne rendkívül mód tanulságos dolgok, és vannak olyanok, amelyek, amelyek hát hogy is mondjam, kultúr vagy tudománytörténeti kontextusba helyeznek nagyon fontos elméleti kérdéseket. Nagyon sokrétű, nagyon sokszínes nagyon sokszínű példákkal világítják meg ezeknek az ő saját álláspontjukat. Tehát én azt gondolom, hogy aki veszi magának a fáradtságot, hogy ezt a könyvet, könyvet elolvassa, az effektíve gazdagodik. Tehát talán abban is gazdagodik, hogy hogyan készítse az üzleti tervét, én ezt nem tartom kizártnak, de hogy összességében a, a világgal, a, a gazdasággal kapcsolatos látásmódjuk bővülni, tágulni fog, és azok a referenciák, azok a hivatkozások, azok a példák, amelyeket a, a, a szerzők a, az élet legkülönbözőbb és a történelem legkülönbözőbb szakaszaiból merítenek, ezek, ezek számomra rendkívül, rendkívül érdekesek voltak. Ha már most ugye rátérhetnék, a, ugye, mert ezt ez szántam Ildikó kérdésére válaszul, de most ami az én, én, reakciómat, vagy az én hozzáállásomat illeti, ugye a 2008-as válság, majdnem azt mondtam, hogy ez egy velünk élő válság, amikor a antivilágban volt egy olyan műsor, hogy velünk élő történelem, még talán az idősebbek, ugye tehát itt mindenki nagyon fiatal, de az idősebbek talán még emlékeznek erre a műsorra. Nos, a 2008-as válság az velünk él. És a 2008-as válság ott nehéz másként apostrofálni, mint ami mint amire egy, egy nagyon komoly fordulópont és egy megvilágosodási lehetőség, ha úgy tetszik, sokak számára, gyakorlati szakemberek számára, épp úgy, mint, elméle, mint, az, elméleti, mint az elméleti szakemberek számára. Én 2008-ban egy gyakorlati szakember voltam, valószínűleg ma is javarészt még az lennék és engem sok szempontból a megvilágosodásra kényszerített ez, a, ez az esemény. 2008 előtt nagyon sokat magammal, azt hiszem, nem hiszem, hogy egyedül lettem volna sem Magyarországon, sem más a világban, meg pláne nem, akik számára megnyugtatónak tűnt az, ahogy a dolgok működnek. Szóval, hogy körülbelül összhangban volt az, amit az ember csinált, mondjuk bankvezetőként, és az, amit a világról, világról gondolt, pontosabban a világról gondolt annak alapján, amit tanulhatott vagy olvashatott arról, hogy hogyan működik a kapitalizmus, mi az állam feladata, és hogy ezt ennek a, hogyan működik a piac, és hogy ez a viszony a piac és az állam között ez mennyire harmonikus, vagy, 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 vagy talán nem, nem nagyon harmonikus, de azért mégiscsak működőképes. Tehát 2008 előtt megnyugtató dolog volt, ha úgy tetszik bankszakembernek lenni, mert úgy értem nagyon nagy lelkiismereti vagy szakmai dilemmái az embernek, az embernek nem nagyon voltak. 2008 után azzal kellett szembesülni az embernek, hogy és egy csomó minden, amit arról gondolt, hogy hogyan működik a globális kapitalizmus, hát szóval, hogy nem úgy működik. És hogy azt a kérdést is fel kellett tenni, és én ebben az értelemben most nem szeretném magamat vállon veregetni, de abban az értelemben mégiscsak azt gondolom, hogy viszonylag nyitott volt a szemem, hogy, és azt a kérdést is fel kellett tenni, hogy van-e a közgazdaságtannak szerepe abban, ahogy a globális kapitalizmus működik. Tehát a közgazdaságtan, mint társadalomtudománynak van-e kitüntetett szerepe abban, ahogy a, ahogy a globális kapitalizmus működik. És hát rögtön az ember, ha az olvasmány, a válasz igen, tehát van, komoly szerepe van a, 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 a közgazdaságtannak ebben, vagy ha szigorúban fogalmazok, akkor úgy fogalmaznék, hogy komoly felelőssége van abban, ahogy a, ahogy a, a globális kapitalizmus működik, vagy nem működik, vagy diszfunkcionális. És ugye nem kell nagyon messzire menni, hát 1935-ben Kénysz már azt írta a nagy munkájában, hogy a, 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 a közgazdászoknak, ő még a politikai filozófusokat is hozzátette, sokkal nagyobb a hatása annál a, a, gyakorlati világra, mint amit az emberek általában, mint amit az általában azok feltételeznek. Ám de hogy egy egészen modernebb idézetet mondja, Pierre Bourdieu, Francia szociológus azt írja, hogy az elméleti közgazdász magának igényli az összes nézőpont monopóliumát, és magát hirdeti ki olyannak, mint aki bármely csoport partikulári szempontjait meghaladni képes. Ez azért egy masszív, masszív bírálat abban a tekintetben, hogy vajon a közgazdaságtan tényleg betölti azt a feladatot, amit vindikál, amit, amit vindikál magának. És ebben az értelemben azt minden olyan könyv, és ez a mostani könyv is olyan, amely nagyon alapvető dolgokat kér, kérdőjelez meg, vagy nagyon alapvető pontokon vitatja a főállami közgazdaságtannak és az alapul képező, és az ennek alapjául képező döntéselméletnek a, 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 a megállapításait, feltételezéseit. Ugye az, 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 az az helyén való, azon érdemes, azon mindenképpen, mindenképpen érdemes, mindenképpen érdemes elgondolkodni. És akkor adva van ez a könyv, nem az első, nem az utolsó ezen a, ezen a területen, amelyik, ahogy mondtam, nagyon alapvető dolgokkal foglalkozik, amelyeknek az ilyen vagy olyan értelmi megválaszolása, hogyan döntünk, mennyire vagyunk, mennyire vagyunk racionálisak a, a, a döntéseinkben, és még egy seregnyi más döntéselméleti probléma. Szóval, hogy ez, ez, ez a könyv es hozza hozzánk közelebb. És én ezt egy rettenetesen vonzó tulajdonságának tartom, hogy, hogy mindezt, ahogy mondtam, kultúr- és tudománytörténeti kontextusban helyezi el. Itten találkozhatunk Pascallal, ugye, aki a, a a, 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 valószínűségszámítást valószínűség számítást hozza el nekünk, de találkozhatunk Obama elnöknek a dilemmájával, hogy, hogy hogyan, hogyan, döntse el, hogy vajon Osama Bin Laden abban a bizonyos pakisztáni erődítményszerű épületben van-e vagy, van -e van vagy sem. Rengeteg helyről hoznak anekdotákat, példákat, referenciákat, ami, ahogy mondtam, komolyan, komolyan, gazdagítja az embernek a komolyan gazdagítja az embernek a tudását. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon olvasásra érdemes könyv. Egy dolgot kiemelnék, ugye a keményen vitatkozik ez a könyv a, a viselkedési közgazdaságtannak nem egy megállapításával, és én nem vagyok arról, ugye mondtam, hogy én élő tiszteleten a szerzők iránt nem vagyok százszerzelőkig meggyőződve arról, hogy maradéktalanul igazuk van, mármint hogy, mármint, hogy tökéletesen árnyalt és helyén való az az érvelés, amit ők, amit ők, ebben, a könyvben, amit ők ebben a könyvben kifejtenek. Ha esetleg lesz rám mód, mert itt ugye szakértők vannak, de úgy értem, hogy, hogy nem csak ilyen olvasni vágyó emberek, mint amilyen én vagyok, hanem szakemberek is, de azért azt gondolom, hogy ez egy különlegesen érdekes mozzanata mozzanata ennek a könyvnek, hogy vajon mit gondoljunk a, az ő bírálatukról, Daniel Kahneman és, és a társai, társai, iránt. Erről, ha még lesz mód, akkor én szívesen, szívesen még megszólalnék. Köszönöm szépen. Habad, nem? Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és a... Örömre szolgált, hogy Ricsi felidézte az én döntéselméleti múltamat, mert már már elfeledtem, de 1974-ben, amikor Amerikából hazajöttünk, akkor a Gálik mihály a ketten alakítottunk ki egy döntéselmélet tárgyat, és vezettük be itt ezen az egyetemen, ami azért nem tegnap volt, és hát tulajdonképpen ez egy kombinált megközelítés volt a, a, a kvantitatív és kvalitatív döntéselmélet között, ami a, 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 aztán később ugye a vállalatgazdaságtan intézett Tanszék stb. keretében. Ugye még eléggé ki is éleződött szal. Hosszú, hosszú útja van magyar szóval vannak, hogy döntéselmélettel foglalkoztunk, és én magam is foglalkoztam. És hát nagyon, nagyon örömmel olvastam a könyvet, meg érdeklődéssel, mert azon belül én mindig is egy nagyon pozitív érzelemmel viseltettem a valószínűség számítás iránt. Sokat tanítottam is, és hát emlékszem rá, hogy fiatal szakmai életemnek a Rényinek a levelek a valószínűségről című könyve, amelyik egy ilyen filozófiai megközelítés a valószínűség számítás, ez egy nagyon kedvenc olvasmányom volt, tehát úgy érintve éreztem magamat, vagy úgy szempontjából. Na meg hát érintve éreztem magam a jelen szempontjából is, ugye már Péter tett említést, hogy hát a könyvnek egy nagyon erős aktualitása van. Azt gondolom, hogy elméleti szempontból is, meg gyakorlati szempontból is. Nyilván ez egy elméleti időtatású írás, és hát a, a, a komolyabb, a legkomolyabb Értékel az én szememben, abban a szemrejt formáló hatásban van, amit, amit, amit közvetít. Ugye, tulajdonképpen nagy öröm azt olvasni, hogy hogy olyan megállapításokból indul ki, amelyeket, amelyeket szerencsés dolog, hogyha alkalmazunk a, a tudományos munkában is, meg a, a gyakorlott életben is. azt, hogy a világ nem stacionárius, hát ugye ezt minden nap el lehetne mondani nagyon sokszor, és még mindig nem mondtuk eleget, mert állandóan lineáris és hogy hívják, és, és, és ilyen előrejelzés képző dolgokban gondolkozunk, mikor tudjuk, hogy a világ nem racionális. Tehát magyarán szólva a kiinduló tételei, és ezt folytathatnám, nagyon-nagyon... kérem nem volt bekapcsolva? És akkor visszaveszek a hangerőből. Nagyon-nagyon nagyon izgalmasak, és a, a megközelítése a módszertana, az is nagyon sokat hozzátesz, azt gondolom, hogy a módszert, hanem a megközelítés azzal a célral, amire ez a könyv amennyire be lehet gondolni a szerzőknek a gondolkodásába tulajdonképpen irányulhatott. Valóban én most szokatlan talán, de inkább azzal kezdem, hogy mik azok, amikben én a hiányosságait látom, én még visszatérek az értékeire. Mert az az érzésem, hogy azért azzal kell kezdeni, hogy a szerzőkben van egy érzelmi túlfűtöttség a mainstream közgazdaságtan, és némi képe a behaviorizmussal szemben is, és hát ennek kapcsán olyan világokban is élésesíti ezeket a tudományterületeket, amelyek annyiban igazságtalanok, hogy ezeken már azok a területek maguk is túlléptek. Tehát a, 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 mainstream közgazdaság tannak a, a, a merev modellezési gondolat világához akar visszatérni a, az érvelésében nagyon sokszor, miközben hát nagyon jól tudjuk, hogy, hogy itt azért már ö, sokat lépett más irányba is, meg előre is a, 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 tudomány és a tudományterület, és a, a mainstream közgazdászok nem vallják ma már azokat a tételeket, amiket a Milton Friedman ugye nevéhez szok, köt a könyv elsősorban, hanem annál sokkal árnyaltabban fogalmaznak meg, hát a módszertan is nagyon sokat fejlődött. Úgyhogy ez, a, ez az érzelmi viszonyulás, ez néhány pontra azt gondolom, hogy messzebbre megy, mint a virálatban. Én, én, én puhábban fogalmaznék ilyen értelemben. Ez nem von le az értékéből annak, hogy ők más utakat mutatnak, más megfontolásokat érvényesítenek. Egy dolgot, ami nekem még hiányzott nagyon ebből, és hát azt hiszem, hogy meg kell említeni, az az, hogy, hogy én sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok Herbert Simon életművének, abból azokban a, gondolatvilág, a gondolatnak a abban a világában, amiben ők hozognak. Tehát akár a, a korlátozott racionalitás gondolata, akár ugye a, 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 a tulajdonképpen maga a, az, a, az, a, az a dolog, hogy hogy az információnak a szerepe, milyen nagy az egész, nem csak a tudományban, meg az jelentésekben, az hanem az egész világban. Ugye ez, ez, ez nekem egy nagyon fontos. Ez, ez, ami szidesség hiányzik, az, az intenzív írásról gondolat, ami számomra nagyon fontos, ugye számunknak az az alap hogy persze nem, nem racionális a döntéshozó, de szándék volt a racionális. Tehát ugye a fejünkben azért valami olyasmi van, hogy úgy viselkedünk, mint a racionálisak volnánk, vagy, 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 úgy szeretnénk viselkedni, mint a racionálisak volnánk, és hát ehhez kapcsolódik, ami én szintén nem fontosnak tartok, a, a kielégítő döntéseket való fordulást, ami ugyan szerepel a könyvben, de azt gondolom nem elég nagy súlyjal, különösképpen, hogyha a gyakorlati vonatkozásokat is számítják veszünk. És hát ugye ezek a kritikáknak is a nagy része azért az már elhangzott, hát ha másra nem, nem menjünk messze, kornai ugye az antiekvilibriumban tulajdonképpen ezt a kettőséget, ez az igazságnak ezt a kettős kritériumát, amit ők is megfogalmaznak, ugye tehát, hogy, hogy a, 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 racionális magatartás az az, hogyha, hogyha hibátanul vezetünk le tételeket egymásnak nem ellentmondó axiomákból, ez az kicsérül, vagy pedig az, hogy van szembesítem a valósággal is, ugye akkor, akkor az alapján látom, hogy, hogy, igaz vagy nem igaz valami tudományos állítás. Tehát ennek gyökerei megvannak, ugye most már 50, meg még sokkal több évre visszamenőleg is. Ez, ezekben jól lett volna kapcsolódni, de hát ez ízlés kérdése is, hogy mihez gyúlunk, és az biztos, hogy egy nagy, nagy élmény, hogy ennyire be van ágyazva történelmileg is, ezt a Péter is említette. Ugye ez a sok példa, ami szerepel, az a sok sztori, az nem csak élvezetes olvasmányát teszi, mert nagyon az, hát itt oldalamként találunk egy krimit. Ugye, és de, de tulajdonképpen meggyőzővé is teszi azokat az állításokat, amelyek mögé hát, beállítják. Én most nagyon röviden, de megmondom előre, hogy hét van arra vonatkozóan, hogy mi minden jó van ebbe a, a könyvben ugye rövid leszek, ebben mindenki azt hiszem, nagyon értető, mindenki számára. Az első a fogalmak értelmezése, az ahogyan kontextusba helyezi azokat a fogalmakat, amiket bevezet, amiket használ, most még ha nem is újak, de ugye a kontextusba helyezés, mert azt jelenti, hogy összetudta rakni ezt a dolgot, az a szerzőpáros, ugye egy, egy koherens egészé. A második, ugye, amit én nagyon számára nagyon fontos, ugye az a valószínűségszámítás és a fantázia párhuzam a szembeállítása is, ha akarod, ugye, hogy kiszámoljuk, vagy elgondolkodunk rajta. És mert nyilván hiszem, hogy mindenki érti, hogy miért fontos ez. A harmadik dolog az az, hogy egyre jobban meg vagyok róla győződve, hogy idősebb vagyok, és nem csak a kor miatt, hanem az olvasmányaim, meg a miatt is, hogy a kultúra az alapvető tényezője annak, hogy merre haladunk, és egyáltalán azok a kérdések, hogy, hogy amiket Péter is említett, ugye, hogy most mi az, amiben bízhatunk, mi, milyen volt a 2000 évek fordulója, vagy pláne még egy kicsit korábban, és milyen most a helyzet. Ugye ezekben, ha magyarázatot keresünk, akkor én a kultúrához fordulok. Elsősorban, és az, hogy ők a kulturális beágyazottságot olyan nagymértékben e, e, hát, helyezik, a kulturális gyökereket, mint magyarázatot tudják elfogadni. a kérdésben ez, 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 azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos. A, a, következő, van egy olyan mondat, nem tudom, az nem volt világos, szerint, hogy a származik el, vagy, vagy idézik, mert idézően nincs benne, de azt mondják, hogy a történelem hosszú árnyékot vett maga elé. Ez egy nagyon szellemes mondás, ez egy nagyon-nagyon jó mondás, és na, hogy is mondjam, ne is, ugye most mondjuk például az orosz-ukrán konfliktus tekintetében, mit tudnánk mondani arról, hogyha nem ennek a hosszú árnyéknak a, a vetületét, vetületét látták benne. A Ötödik a, 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 a tételem ugye az a, a referencia akit használt narrát, narratíváknak a, 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 a találó volt, mert ugye sztorikat összeszedni nem olyan nagyon nehéz, de az, hogy ezek ilyen mértékben tudjanak illeszkedni a szövegbe, és tudják szolgálni azt, amit a, 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 a szerzők akarnak, ez, ez azért ritkaság. E, Számomra nagyon fontos az, hogy kiemelik a vitának a jelentőségét, a tudományos vitának a jelentőségét. Ugye itt a narratívák megkérdőjelezésével kapcsolatban fejtik ki elsősorban azt, ami hát ugye sajnos nem érvényesül annyira a valóságban, mint amennyire sokszor beszélünk róla. Most ugye rengeteg szó esik arról, hogy a folyóiratoknak az új, ugye ilyen predátor, nem tudom milyen jellegéből kifőlag, még inkább elvész a, a egymás kritizál, valódi kritikájának a, a, módja és lehetősége. de no, egy olyan mű, amelyik azt hangsúlyozza, hogy ezek nélkül nem tudunk a tudományban előrékli számra Nagyon fontos. És végül az utolsó az az, hogy, hogy abban a világban, amiben az, most élünk az adatoknak a, a, a és már már szimbolikus jelentősége és egy mindenhová előtüremkedő tényleges fontossága. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy számos helyen hangsúlyozzák, hogy azért az adatok értelmezésével kellene elkezdeni ugye az egész kvantitativitást, mert ugye, hát, hogyha most megnézzük azt, hogy a makrogazdasági adatoknak mi a, a, a megbízhatósága, ugye, ugye, azok a GDP adatoknak. Nem jövedelem, vagy a, mit tudom, akár melyik ilyen makrodot nézzük, azok mögött milyen statisztikai problémák vannak, akkor ugye jogosan hogy most vállalati szféráról nem is beszélve, hát ki látott már mérleget, tudja, hogy, hogy ugye abból következtetéseket levonni csak nagyon mély tudással lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ez a könyv megvan. Én szeretnék gratulálni elsősorban Péternek, ugye ahhoz, hogy egyrészt, hogy kitalálta, hogy legyen publikálva, másrészt, hogy lefordította a lefordítás az nagyon-nagyon jó sikerült, én azt gondolom. Legalábbis az, hogy ennyire élvezhető a könyv, az nagy mértékben a, a, fordítónak a, a, És hát nyilván a szerkesztő... Igen, talán úgy is kellett volna kezdenem, hogy mindjárt hozzá mondom, de nyilván beleértendő a szerkesztői munka, ugye egy pár könyvvel nekem is van tapasztalata, és tudom, hogy a jó szerkesztő hogy milyen nagyon sokat jelent, úgyhogy őszintén gratulálok hozzá. Tessenek forgatni, azt gondolom, hogy mindenkinek örömet fog okozni. Nagyon sok minden elhangzott az elmúlt két hozzászólásban, is és az egyik, ami közös volt, ezt meg tudom erősíteni, hogy, hogy alapvetően egy olvasmányos könyvről van szó, és tényleg nagyon sok utalásról, tényleg az Ószövetségtől kezdve egészen amerikai filmekig. Sokszor egyébként talán még a szerkesztésben vagy lektorálásban az is probléma volt, hogy elég sok amerikai popkulturális utalás van benne, és néha nehéz elmagyarázni egy európai vagy azon belül is egy magyar olvasónak, hogy ezek mit jelentenek, vagy mire utalnak, amik lehet, hogy a az angol száz olvasóknak egyértelműek. De nagyon sok tényleg izgalmas sztori van, amit, amit akár a, például az oktatásban is tudunk alkalmazni. És amikor én olvastam ezt a könyvet, egyrészt nagyon örültem ennek a felkérésnek, és nagyon szívesen vállaltam el, hogy legyek ennek a könyvnek a lektora. Másrészt, amikor én olvastam a könyvet, akkor nagyon, nagyon jó érzéssel töltött el, hogy olyan dolgokról van benne szó, amiket mi egyébként tanítunk az egyetemen ezeket a dilemmákat többi kevésbé mi is felszoktuk vetni, uh, és, és ebben az értelemben én nagyon örülök, hogy ezek szerint egy 74-es tártnak vagyok a egyik késelyi örököse, a, a tárgy felelőse a, a, ezekben a napokban, tehát így a tárt tovább él. Uh, de, de, de most ezen a, a viccen túl azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos, hogy, hogy olyan, olyan dolgok, eleve ennek, meg ennek a, a, a könyvnek a lapjaina, amik, amikről mi is, mi is beszélünk, és amiket dilemmaként támasztunk a, 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 hallgatóinkkal, a diákjainkkal szemben. És, és ugye elhangzott két ilyen dilemma vagy felvetés a szerzők részéről. Az egyik valóban a, a közgazdaságtannak egy elég erős kritikája, de ami, és ezt, ehhez talán hozzászoktunk, hogy ilyen, 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 fajta gondolatokkal, könyvekkel találkozhattunk, de van egy másik igen erős kritikai vonal, és ez, amit Péter is mondott, ez a viselkedés közgazdaságtan, vagy, vagy viselkedés tudományi döntés a, a, kritikája, és valóban ilyen vehemens kritikával ritkán találkozik az ember, sokkal inkább a másik oldalal találkozunk ilyen népszerű, populáris könyvekben, amiket akár Kahneman írt ugye a gyors és lassú gondolkodásról, vagy Ariely-nek vannak, Dan Ariely -nek a, a téma egyik ismert teoretikusának vannak könyvei. Ezekkel találkozik inkább a hétköznapokban az ember, és az ezeket népszerűsítő művek, és kevésbé azokkal, hogy ezek miért nem jók, vagy legalábbis miért lehet ezeket is kritizálni. Ugyanakkor ezek a kritikák azért, azért benne voltak mindig is a, a vagy mindig is. Szóval az elmúlt években, évtizedekben azért benne voltak a, a, levegőben, és, és ha nem is olyan erőteljesen törtek elő, mint, mint a, 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 főáramú viselkedés tudományi gondolatok, azért ezek a kritikák, amik főként egy német kutató Gerd Gigerenzernek a, a nevéhez köthetők, illetve az ő tudományos közössége kutatócsoportja által, ugye ő Berlinben a Max Planck intézetben dolgozott, és ő azért már elég régóta pedzegette ennek a fajta megközelítésnek a, a, problematikáját. Ugye miről van szó? A, a viselkedés tudományi közgazdaságtan azt mondja, hogy, hogy az emberek szisztematikus hibákat vétenek a döntéseik során, és, és ezért az a, az a leírás, amit a, 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 a normatív főárom közgazdaságtan képvisel a döntéseinkről, az, az nem jó, mert, mert torzítjuk a valóságot, és, és, hibás döntéseket hozunk. De ugye amit, amit Mairin King és John Kay, illetve mondjuk például Giga rendszer is képvisel, az az, hogy, hogy ugye azzal, hogy azt mondjuk, hogy hibás döntéseket hozunk, tulajdonképpen elismerjük azt, hogy a normatív elmélet az egy jó elmélet, és, és ahhoz képest torzulnak a döntéseink, és ahhoz képest hozunk hibás döntéseket. Közben az ő értelmezésükben, és ebben egyébként osztják Herbert Számának is az elképzelését, már eleve a normatív közgazdaságtani modell olyan feltételezésekkel él, ami, amik nem realisztikusak, és nem írhatják le a, 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 a döntéshozatalt. Ergo nem is nagyon van értelme ahhoz hozzá viszonyítani magunkat, és, és hibákról vagy tévedésekről ö, 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 beszélni. E, mondok egy példát, ami szerintem nagyon szemléletes, hogy van egy láthatatlan gorilla kísérlet, amit lehet, hogy többen ismernek itt a közönségben, aminek az a lényege, hogy egyetemisták egy videón kosárlabdáznak, hát kosárlabdáznak, dobálják egymásnak a kosárlabdát, és a, kísérleti alajnak az a feladata, hogy számolja, hogy hány paszt adnak egymásnak a, a fehérben levő, fehér mezben játszó játékosok, és, és miközben ez a videó megy, miközben a játékosok játszanak, van egy fekete csapat is, akiknek ugye nem kell számolni a passzaikat, és ezen túl még a színen, a pályán keresztül megy egy, egy gorilla ruhába öltözött ember. És a, a, a kísérlet nagy megállapítása az, hogyha valaki nagyon erősen fókuszál arra, hogy számolja a passzokat, amit a fehér csapat csinál, akkor nagyon könnyen elvéti, hogy észrevegye a egyébként ott ugrándozó gorillát. Ami, ami ha már elmondják az embernek, hogy ott van a gorilla, akkor teljesen érthetetlennek tűnik, hogy hogy lehet egy ilyen nyilvánvaló dolgot nem észrevenni, de, de amúgy meg az esetek 50 vagy akár nagyobb százalékában is nem vesszük észre a nyilvánvalót, ami ott van, csak azért, mert másra koncentrálunk, és ugye a szelektív észlelés miatt figyelemen kívül hagyunk olyan információkat, amik egyébként fontosak lehetnek. És, és ugye ez egy, ez egy, torzításként tanítjuk, vagy erről egy torzításként beszélünk, miközben hozza a másik példát ugye a két szerző, egy Michael Bradley nevű sportoló, aki az angol cricket csapatnak volt kapitánya, nagyon híres volt arról, hogy olyan erősen tud koncentrálni a játék, hogy ki tudja teljes mértékben szűrni azokat a zajokat, azokat az oda nem illő hatásokat a játékból, amik egy meccsen, természetes közegben ott vannak, és teljesen függetleníteni tudja magát azoktól a, a, a közönségnek, az zajítól és egyéb behatásoktól, és ezért tud nagyon jó ütéseket csinálni, vagy dobásokat végezni. És, és ami egy, egy, egy hibás, téves döntés, vagy egy hibás ítéletalkotás, lehet az előzménye, az ebben az értelemben az egy, az egy csoda fegyver, az egy, az egy nagyon jó képesség, ami, 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 nagyon keveseknek a sajátja. És, és, ilyen, ilyen példákban nagyon sok van, hogy hogyan lehet egyszerre egy ilyen heurisztikus, leegyszerűsítő gondolkodás, ami, ami ugye egyáltalán nem a racionális döntéseknek a sajátja, ez hogyan lehet egyszerre téves, és hogyan eredményezhet hibákat, és hogyan, hogyan lehet hatékony, hosszú távon, és ugye a szerzők ezt az evolúciós magyarázatot teszik magukévá, hogy, hogy lehet, hogy nem vagyunk racionálisak abban az értelemben, amit a formális racionalitás axiomái előjönnek, de azért túlélünk valahogy ezen a bolygón, és ha ennyire irracionálisak lennénk, mint ahogy azt néha szeretjük hinni magunkról, akkor, akkor hogyan lehet, hogy, hogy mégis valahogy túlélt a emberiség, és nem halt ki eddig. Úgyhogy Úgyhogy ez a fajta kritika azért benne volt a, a, a kutatói közösségben, és ilyen, ilyen cikkeket azért nagyon, nagyon nagy számban lehetett olvasni, és én azt látom, hogy egyébként sokszor ez a két csapat, ha nem is egymásra borult de legalábbis vannak közös munkáik is, tehát van egyfajta nyitottság a, a, a viselkedés közgazdaságtan képviselőiben is, hogy nyissanak azok felé az irányok felé, amiket a mondjuk például a gigarendszeri és egyéb iskolák mutatnak, de azért valóban megvan ez a kettőség, de ez természetesen nem azt jelenti, én is azt gondolom, hogy ki kéne dobni az ablakon a viselkedés közgazdaságtan, mint ahogy azt sem gondolom, hogy ki kéne dobni az ablakon a közgazdaságtant, mint olyat. De, de mindegyik modell, vagy mindegyik megközelítés szerintem nagyon értékes, nagyon értékes megállapításokat, vagy felismeréseket tud tenni, a maga módján, és, és azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azokat a dolgokat sem, ami, amit mondjuk Kahneman vagy Tversky de azokra is érdemes odafigyelni azért, amiket, amiket a, 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 kritikusok mondanak. Csak talán az az érdekes, és ebben, ebben osztom Péternek a véleményét, hogy ez ennyire vehemesen ritkán jelenik meg a populáris írományokban. Úgyhogy ezért is érdemes egyébként olvasni. Úgyhogy egy kicsit az ember akar egy kritikusabb álláspontot is olvasni, akkor, akkor minden hiányossággal és, és, és felvetéssel együtt szerintem egy izgalmas olvasmány. És, és, és végül az az hogy nagyon. Hát azért nagyon jól mutatja a, 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 mi valóságunkat, amit Ildikó itt indított, hogy ugye a COVID előtt született ez a könyv, és még nyilván semmilyen utalás nincs a COVID-ra, mert ugye 2019 nyarán írták meg ezt a könyvet, és 2020 elején jelent meg. A, tehát nyilván azt lehetett sejteni, hogy lehetnek ilyen járványok a jövőben, de azt, hogy pontosan egy év múlva vagy fél éven belül ez be fog következni, arra nyilván nem lehettek nekik se előrejelzéseik. És most láttam egy, amikor készültem már a beszélgetésre, egy interjút a szerzőkkel, ami egy éve készült, egy éve januárban, amikor már beszéltek a Covid-ról, és beszéltek ennek a hatásairól, de még egy hónappal ugye az ukrán-orosz háború előtt volt az interjú, amikor még benne se volt idézőjelben levegőben, és szerintem ezek nagyon jól mutatják, hogy azért ez a, ez a fajta radikális bizonytalanság tényleg velünk van, és, és sokszor lövésünk sincs arról, hogy, hogy mi következik. Hát ha talán nem is egy hét múlva, de, de egy hónap múlva, vagy, vagy láne egy év múlva, vagy öt év múlva, vagy tíz év múlva És ez tényleg nagyon nehézé teszi az előrejelzéseket. én még mielőtt az Ildikónak, még nem akarok ezen nagyon hosszasan nyargalászni ezen a viselkedés közgazdaságtani dilemmán. Mondom, nekem szembeütlő volt, hogy milyen vehemens ez a vehemens ez a támadás, vagy kritika, de miután, miután töltetesen azt a Kahneman könyvet, azt, azt én annak idején én, én, hát lektoráltam tulajdonképpen már ezt a gyors és, lassú, gyors és lassú, gondolkodást, tehát én viszonylag elég jól megismerkedtem azzal, ami abban a, abban a könyvben volt, meg más, meg más viselkedés közgazdaságtani szerzők, hát ugye Richard Thaler, mint nobel díjas ennek a, és aki egyébként itt is volt nálunk, ugye a tartott is, tartott is előadást. Szóval, hogy Szóval, hogy én még annyira visszatérnék, hogy nem egy, ugye ez a viselkedés közgazdaságtan ma már messze nem egy egységes áramlat. Tehát azért itt, itten van Robert Schiller, aki viselkedés közgazdaságtan, itt van George Akerlof, aki viselkedés közgazdaságtan, itt van Richard Thaler, aki, aki viselkedés közgazdaságtan, akik messze nem ugyanazt mondják ezekről a dolgokról. Ugye félernek a a, a, szerintem a nagyon izgalmas, magyarázó, gondolatai, az pont a tőkepiacokkal kapcsolatos. És a tőkepiac az egy más műfaj, mint, a döntéselmélet, amiről, amiről, Kahneman, amiről Kahneman beszél. Kahneman, aki egyébként nem közgazdász. Tehát ugye őt közgazdászként nagyon nehéz apostrofálni, mert, mert hát egyébként pszichológus. Szóval, hogy, és ami a narratívát illeti, mert ugye <tosz> Attila említette a referenciaként használt narratívát, mint ami egy fontos, hát hogy is mondjam, hát ha van elméleti újítás, vagy újdonság, ennek a dolognak, ugye ez a referenciaként használt narratívának a, behozatala, mint egy döntés megalapozó, mint egy döntés megalapozó instrumentum. Hát Robert Schillernek van a narratív közgazdaságtan című nem régiben megjelent könyve, tehát Schiller kifejezetten régóta foglalkozik a narratívával, mint ami, a, mint ami egy fontos instrumentum és mozgatja a gazdasági szereplőknek a, szereplőknek a tevékenységét, és ugye az Aterlof Schillernek a, az Animal Spirit című könyvében az egyik Animal Spirit az éppen a narratíva. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy szóval most én nem simfölni akarom a szerzőket, is nem védeni akarom, a, hanem azt akarom mondani, hogy nekem egy picit meglepő volt ez az intenzív bírálat, ez az intenzív bírálat ebben a, ebben a könyvben. De egyébként meg valóban úgy van, úgy van, ahogy mondja, hogy Hogyha az ember nyitott, tehát ha arra kíváncsi, hogy a világ milyen sokszínű, és a vélemények hogyan szórnak, akkor egyébként függet, nagyon is helyes, hogyha kialakíthat egy többé-kevésbé autonóm álláspontot a szerzőknek a vélemény. Nem kell mindent elfogadni, amit, amit a szerzők feltétlenül állítanak. Szóval csak ezt akartam még itt hozzáfűzni, ez a viselkedési közgazdaságtan dologhoz. Köszönöm szépen a kiegészítést, éreztem, hogy valami még bent ragadt. <gül> <gül> egy kicsit az utolsó kérdés, egy kicsikét Szeretném, hogyha ráfordulnánk a, a, jövőre, ugyanis uh, én, én, újabban rengetegszer uh, szembesülök azzal, hogy sokan emlegetik a chatgpt t és, uh, és ugye ez, ennek kapcsán szeretnék kérdezni. Ez a chat GPT. Ja, ja, ja a, igen, a mesterséges intelligencia. Tehát, szeretném kérdezni, hogy a mesterséges intelligencia vajon át fogja alakítani a jövőben a döntéshozatát, jövőben vagy közeljövőben a döntéshozatát. Gondolok itt például arra, hogy hogy, hogy éppen múlt héten olvastam, hogy a Spotify alapítója felcsapott egészségügyi szolgáltatónak és egy startup keretében egy olyan teljes test szkennert helyeztek üzembe, ami a bőrelváltozásoktól kezdve a vérnyomáson át, a, 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 pulzusig, a légzésig, mikrokeringésig vizsgál egy csomó mindent, ki is elemzi az eredményeket, és ezt, ezt az elemzést azután prezentálja az orvos és a beteg felé. Ezzel valószínűleg megkönnyítve, vagy legalábbis segítve az orvos dolgát. És és ugye azt szeretném megkérdezni, hogy, 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 a, hogy, önök szerint ez, ez hova vezet ez az irány, merre megyünk, segíteni fog-e a mesterséges intelligencia jövőben a döntéshozatalban, vagy nem enyhite a bizonytalanságom vagy, vagy hozzáad. Ja, úgyhogy ez lenne. Köszönöm szépen. Nekem egy-két kedvenc mondatom van, mert tényleg nagyon jó és ez megint csak a, a a fordított egyaránt dicséri. Az egyik kedvenc mondatom, ugye az a visszatérő mondás, hogy most mi folyik itt egyáltalán. Ugye, hogy, hogy tulajdonképpen azelőtt lépésekkel, vagy, vagy mérföldekkel azelőtt, mielőtt modelleznénk a döntési problémát, azelőtt egy csomó ilyen kérdés verül fel, és ez a, mesterséges mesterség és intelligenciával pontosan ez a helyzet. Tehát itt, itt ez a ne, nem tudjuk azt hogy mit nem tudunk kérdés merül fel. Tehát erre a kérdésre azt hiszem, hogy hogy minimális felelősséggel sem szabad konkrétan valamilyen előrejelzést adni, vagy az vagy farlatárság, vagy valami olyan mértékű bátorság, amivel igazából akadémiai embernek nem szabad rendelkezni. Most konkrétan, hogy is mondjam, a én, én is elszorakoztam már a cgtp vel és hát látom azt, hogy hogy valóban fölforgatja a, a világot. Itt az, a, a, a nálam sokkal okosabb embereknek kell majd meglátni azt, hogy tulajdonképpen hol vannak valójában a határai. Most hol vannak, az látszik. Tehát ugye megvannak a, 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 azok a hibák, amelyeket ki kell javítani, és meg vagyok rajta, hogy ki fogják javítani, mert ezek, ez a. Ez a rendje. De de az, hogy, a, hogy maga az emberi gondolkodás, az emberi agy, és nem csak én mértékben az emberi értelem hogyan jön be ebbe a képbe, mint múlt. Mint mondjuk végső védvonal, tulajdonképpen a teljes automatizációval szemben. Ezt azt hiszem ma senki nem tudja megmondani. Az, hogy a gyakorlati életben egy csomó nagyon fontos, hasznos jelentős jelentősége van, azt meg látjuk, Tehát ez akár az orvos tudományban, de még a menedzsmentben is, amelyik nehezen adja meg magát, de azért biztos, hogy is nagyon jelentős lesz. Hát az, hogy módosítja a döntéseinket, vagy befolyásolja a döntéseinket, ez biztos, A, akkor reggel bejöttem most az egyetemre, akkor már automatikusan ugye bekapcsol a, a, a GPS, és, és mutatja, hogy mi az út. Az egyetemre pedig azért nem tudom, hány éve jövök ugyanazon az úton, tehát nem, nem nagyon tud már letéríteni, hogy, hogyha mást ajánlana, de, de ugye automatikusan be van kapcsolva, is, és, és mutatja azt, hogy, hogy merre kéne nekem mennem. És nagyon sok ilyen merre kéne nekem mennem típusú eszköz van a birtokunkban, ami, ami használja a, a, a mesterséges intelligenciának, a nagy big data halmazoknak az a, a elemzését, algoritmusokat. És ez a kérdés egyébként előjön a szakirodalomban, is, hogy ez mennyiben fogja változtatni a döntéshozatalról alkotott képünket. Most nemrég olvastam egy tanulmányt, például egyébként, ami Ön például azt mondja, hogy, hogy a, az adat alapú döntéshozatali megoldások azok, azok le fogják előbb-utóbb körözni az intuitív döntési megoldásokat. Például egy, egy autóalkatrész nagykereskedő bevezetett egy, egy ilyen adat alapú döntési szoftvert, ami, ami olyan javaslatot tesz a a, 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 kereskedők számára, hogy milyen árakat érvényesítsenek a kiskereskedőkkel szemben. De azért lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kereskedő ettől eltérjen, hogyha valamilyen belső információja van, ami nincs a gépben, és, és arra jutottak, hogy amikor a kereskedő megkapja ezt a lehetőséget, vagy él vele, akkor 6%-kal csökken a profitabilitása a cégnek. Ami ugye azt mutatja, hogy nem biztos, hogy mindig a legjobb irányba módosítjuk a, a, a mesterséges intelligenciának az ajánlásait. De azért valószínűleg a helyzet nem ennyire egyszerű, é, hiszen ugye a, a, a mesterséges intelligencia döntései vagy javaslatai azok, azok sokszor a saját emberi döntéseinknek a, az eredményeiből jönnek. Ugye ezek a tanulási mechanizmusok valamiből táplálkoznak, és miből táplálkoznak? Hát a mi döntéseinkből. Tehát, hogyha mi torz döntéseket hozunk, vagy rossz, téves döntéseket hozunk, akkor benne van a lehetőség, hogy ezek a döntések tovább fognak élni. A, 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 mesterséges intelligencia által javasolt döntésekben is, és ezek sokszor kihatnak az egész társadalomra, hogy többet nem mondjuk, például a nagyon sok banknál a, a kockázott beszélést azt ilyen algoritmusok végzik, és, és, ezek, ezek az algoritmusok sokszor konzerválnak társadalmi egyenlőtlenségeket, hiszen ugyanolyan olyan társadalmi rétegek nem fognak kapni hiteleket, akik régen se kaptak, társadalmi, ö, régen se kaptak hiteleket, és ez, és ez konzervál bizonyos helyzeteket. Ezen lehet persze vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz, de hogy, hogy azt gondolom, hogy az egyértelmű, hogy, hogy változtatja a döntéseinket, vagy a döntéshozatali módjainkat, de az egyáltalán nem triviális, hogy, hogy milyen, milyen irányban teszi ezt. Hát én, én egy dolgot tennék ehhez hozzá, ugye a, tökéletes laikus álláspontjáról, mert ugye nagyon nehéz szakmailag megalapozott nézeteket, kvázi, hogy vindikáljon magának az ember valamekkora szakmai megalapozottságot, de olvasni lehet róla, és, és hát természetesen én is olvasok mindenfajta, fajta dolgokat. Tehát én a, a dolognak a technológiai technikai rész, hát ahhoz szintén semmit nem tudnék ezt hozzátenni. A társadalmi része viszont nagyon érdekes. Tehát az, hogy hogyan változtatja meg a társadalmat, amire réged is már itt utalt. Tehát a társadalom működését hogyan tudja megváltoztatni a, a, a mesterséges intelligencia, és hogy ez meg is fogja változtatni, tehát hogy ez egy kikerülhetetlennek tűnő pálya, amin, amin, haladunk. Ugye az, az én az egyik irodalmi vagy szakirodalmi élményem egy cikk volt, amelyek az Egyesült Államokban végeztek egy felmérést, a, a munkahelyeket, és meg, megnézték. Tehát az összes létező munkahelyet megnézték, és megpróbálták meg megbecsülni, hogy 30 éven belül a mesterséges intelligencia ezek hány százalékát szorítja ki. És hát egy rémisztő szám volt, hogy 40 százalékát vélhetően ki fogja szorítani a ma meglévő, ma meglévő munkahelyeknek a, 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 a mesterséges intelligencia, és ezekben nem akármilyen, tehát nem nem, 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 nem holmi gyengécske dolgok, orvosi, banki, tehát komoly fel, amiket ma komoly felkészültséget végző emberek végeznek ezeket simán ki fogja szorítani a, szorítani mesterséges intelligencia, és ennek a társadalmi hatásai, például az egyenlőtlenségek növekedése, hogy ez, ez, nyilván tovább erősíti az egyenlőtlenségeket, hát azt nem tudom, hogy milyen mértékben vagyunk erre, milyen mértékben vagyunk erre felkészülve. Szóval, hogy én biztos vagyok benne, hogy itt egy kikerülhetetlen úton halad az emberiség, de azt én, azt én ebből nem tudnám meg se becsülni, hogy ennek milyen társadalmi, társadalmi politikai hatásai lesznek. Köszönöm szépen. Maradt még esetleg valakiben valami, amit szeretne hozzátenni? Ez az egyetlen mondatot. Adom vissza. De... De bajják, hogy... Az egyetlen mondatot, hogy a könyvnek az egyik legfőbb értsége pont abban, hogy ezzel a helyzettel szembesít. És ezt világosan és rögtön megmondja, körül is tudományosan kezelhető eszközökkel leírja. Tehát egy alapot ad arra, hogy elgondolkodjunk rajta. Azt, hogy mit kéne csinálni, azt nem mondja meg. De én akkor lehet, hogy mint házigazda magamhoz ragadnám a szót, hogy hogy akkor nagyon szépen megköszönjem a, a kötet fordítójának, a, a Attilának, mint hozzászólónak és a kötet szerkesztőjének, hogy hogy eljöttek, eljöttetek ma és, és bemutattuk ezt a kötetet és és azt gondolom, hogy hogy nagyon nagyon sok mindent megtudhattunk erről a kötetről, és én is azt mondanám, csak Csikán Attila, hogy, hogy, hogy forgass. a forgassák haszonnal, és, és, és nagyon sok mindenre. azt nem mondom, hogy választ kapunk, de sok minden kérdést kapunk, talán azt lehet mondani, a kötet kapcsán. Köszönjük szépen a részvételt.